A római katolikus templomban Baranyák Béla esperes plébános augusztus 20-án tartott szentmisét, ahol sor került az új kenyér megszentelésére. Gyönyörű, hordó vörös lobogókkal indultak.
mentek át énekelve, imádkozva a falakon keresztül. Gyerek voltam. És annak a jelentőségét akkor még nem tudtam felfogni, de most, hogy visszatekintek erre a képre, egyértelmű számomra, hogy ezek az emberek valamit nagyon fontosnak tartottak. Hogyha már oda mennek, és Szent István királyt mennek ünnepelni és a magyarságukat, akkor valahol nagyon mélyen a magyarságuk és a kereszténységük bennük találkozott. És valakihez kötődött ez. Úgy érezték, hogy ezt így kell megünnepelni. Hogyan jut el egy ember addig, hogy tiszta önérzettel mondja ki magáról, hogy magyar vagyok és keresztény? Hogy jut el odáig? Csak úgy véletlenül megszületik ez. Mint ahogy mondjuk elültetünk egy magot a földben, tudjuk azt, hogy mi lesz belőle, elültetjük, és nem csalódunk benne, mert az lesz, amit ültettünk. Abban a kis magban benne van a termés is. Ugye csak folyamatában ember érje, kell hozzá idő, hogy az ember hogyan születik meg, hogyan született meg akkor ez az ország. Kellett hozzá bölcsesség mindenképpen. Kellett hozzá olyan ember, aki bölcsé válik, és az ország hírére áll. 21-22 éves fiatal emberről van szó, akit királlyá koronáznak. Fel tudjuk fogni, hasonlítsuk össze a mai 21-22 éves emberekkel. Megdöbbentő az a statisztika, megkérdeztek 400 diákot, hogy milyen a jövőkép. Mit gondol elő az országa, mit gondol a sorsága, hogyan, mit akar kezdeni egyáltalán az életében. És azt mondta szörnyű hallani, hogy mondtak valamit, de igazából a céltalanság fogalmazódott meg benne. Egy ország alapításánál, amit mi már innen ebből a távlatokból visszafelé tekintve mondjuk, hogy alapították, akkor kellett az a bölcsesség egy 21-22 éves fiatalemberben, hogy tudja, hogy mit tesz. Minden átalakulóban volt. Még ott volt a magyar ősi vallásosság, és már ott alkotott a kereszténység. Mi történik ebben a valóságban? Mi az, ami jó lesz? Lehet azt érezni az adott pillanatban? Nagyon nehéz. Számunkra így innen áll össze egy kép, hogy valahonnan adatott egy bölcsesség, mert ez a gyermek nem feltétlen csak attól lett király és bölcs király, a Szent István, hogy megszületett, és királyi családba született, fejedelmi családba született, hanem királyán, bölcs királyán kellett, hogy váljon, vagy bölcsemberré. És látjuk körülött azokat az embereket, akik segítettek nekik ebben. És látjuk az ő kötődését az Istenhez, ami megint csak a bölcsességét adta meg. Nem tudjuk, hogyan történik ez. Mindig valahogy az Istennel való kapcsolatunkban mi is megéljük azt, hogy amikor tervezgetünk, jövőt tervezgetünk, akkor meghallgathatunk sok bölcs, okos embert. De hogy milyen irányba induljunk el, ezt nagyon jó összevetni. Mit is mond nekünk az Isten? Ezt azért látjuk ebben a fiatal emberben, hogy amikor királlyá koronázzák, akkor látjuk azokat az embereket körülötte.
akik a bölcsesség mellett az Isten kapcsolatát is erősítették. És rászánta magát. A koronázásról itt van egy gondolat, mikor reggel a szertartás előtt az érsek és a püspökök értemennek a királyi palotába, a szobájába, körmenetben oda vezették a templomba, akkor nagy dolog lehetett végbe a fiatal emberben. Amikor leborult ott, keresztfalakban elterült az oltár előtt csöndben, mert a csönd kell ahhoz, hogy az ember odaadottá érjen. Mikor aztán fölsegítették, és föltenték valóban olajjal, homlokán, vállán, mellén, és ráadták a Balázsnak a koronát, akkor az nem csak egy külső beöltözés volt. Egybeesett az ő belső megélésével, a teljes odaadásának a nagyfénynek kísérte a beöltözést. Lehet jól látni célunkat. De ezt a célt, hogyha nem akarom elérni, nem lesz belőle megvalósulás. Ennek a fiatal embernek oda adottnak kell lennie, hogy teljesen rászállja magát arra, aki valójában. Nem csak született király, hanem az idő királyát tette, éretti arra, hogy országot alkotja, Magyarországot. Itt vagyunk. A mi mai országunkban. Milyen bölcsességre van szükség? Mi lenne az, ami stabillá tenne bennünket? Mi hozza meg mindannyiunkban azt a mondatot, amit megjelenik az emberben, és büszkén mondja ki, hogy magyar vagyok és keresztény. Mi kell ahhoz? Kellene bölcsesség. Kellene jó vezető. És kell odaadás a maga részére. Szent István király osztályban. Bennem az én valóságom, a mi valóságom. Keresünk most meg. Legalább magamnak mondjam meg azt, hogy én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. És büszke vagyok arra, akivel összetartozom, ez a királya. Olyan jó volt érezni ezt a pesket itt az ország, amikor láttuk a magyar focistákat. Valahol átment ez a büszkeség mindenkiben. És anélkül nem vagyok büszke arra, hogy magyar vagyok. Én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Sokszor nehéz, de büszke vagyok rá. Szent István királynak, ha intézünk egy kérést, akkor ebben fogalmazunk meg. Hogyha még nem tartok ott, vágyok hozzá. Keresztény magyar rá, aki büszke arra, hogy magyar. Amen. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Könyörögünk Istenünk, gondviselő atyán, minden nap kértünk tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékot, én oltárod elé hoztuk az új kenyeret,
Hálát kérne, amikor rá Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, ragasztottak. Sütötték, hogy illatos ajándékot minden nap asztalunkba kerüljön. Fogadunk érte köszönetünket, és áld meg asztalunkba kerülő kenyerünket. Legyen rajta mennyei áldásod, hogy hálás lélekkel fogyasztva érte neked, és embertársainknak köszönetet mondjunk testünk, lelkünk gyarapodására. Szolgáljon ez a kenyér. Ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, s aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kérjük most testvéreim az Isten, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Hallgassunk, Urunk! Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvilágoztatásán. Hallgassunk, Urunk! Krisztus, ami Urunk által. Amen.